Dicsértessék Jézus Krisztus! Üdvözlöm a kedves testvéreket, akik ezen a kedden meghallgatják a mai evangéliumot és a hozzáfűzött gondolataimat. Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai oda mentek hozzá, és fölkeltették. Uram, ments meg minket! Elveszünk! Jézus így szólt hozzájuk. Mit féltek, kicsiny hitűek? Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Erre nagy csend lett. Az emberek csodálkoztak, és csodálkozva kérdezték, micsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Na, különleges történet ez a mai evangélium. Úgy szoktuk mondani, a vihar lecsendesítése a sok csoda közül, ez az egyik. Egy alkalommal martfűi gyerekekkel adtuk elő ezt a történetet, képzeletbeli csónakba ültünk be a templomban, mint az apostolok, és jó magam, mint Jézus a csónaknak a végébe. És még egy párnát is oda készítettünk, mert egy másik evangélista, ez, amit most hallottunk Mátétól való, de ha jól emlékszem, Lukács, azt is megemlíti, hogy egy kis párna volt ott, és arra hajtotta le Jézus a fejét. És nagy nyugalommal kezdtek a gyerekek evezni. Élvezték, hogy evező nélkül ezzel a mozdulattal csináltak úgy, mint a szépen siklana a hajó a Genezáreti tó vizén, jaj, de szép az a tó, aki lehet menjen el, és nézze meg, és imádkozzon ott, és érjen a lába ujja egy olyan kavicshoz, amelyhez Jézus lába is hozzáért. Szóval siklik a vizen, de egyszer csak kezd inogni, megbillen, mi ez? Igen. Néznek ki, riadtan hullámok, egyre nagyobb hullámok, és egyre jobban fúj a szél. Hú, hát azért hullámzik, mert ennyire fúj a szél. De hát ez már nem kis dolog, egyre gyorsabban kezdtek evezni, forduljunk vissza, egymás szavában kiabáltak, menjünk, húzd meg jobban, jobb oldal, bal oldal húzza meg, nem jó, mit csinálsz Simon, mit csinálok, evezek, Tádé, hát mit csinálnék, és egymást szítták, és már teljesen fölborult a rend közöttük, és ez veszélyesebb volt, mint az, hogy most fölborul a rend a víz cseppek között, mert hogy hullámzik a víz, óriási habokat termelve. Mert hogy a végveszély az volt, amikor annyira fölfordult a csónakban ülő 12 apostolnak a rendje, hogy egyszer csak elfelejtve azt, hogy velük van Jézus, már jaj, veszékelni kezdtek, hogy elveszünk, meghalunk, mindennek vége. Valamelyiknek mégis, hála Istennek, eszébe jutott, emlékszem, örült az a srác, aki erre volt kijelölve, aki a billegő csónak végébe megy, és Jézus, kelj föl, ébredj föl, nem látod, elveszünk, vihar van. És Jézus csendes szavakkal, de mégis azt mondom, nagyon hangosan belekiált igazság szerint a fülükbe. Miért féltek, kicsiny hitűek? Hisz itt vagyok veletek. Na de miért bíztak ők abban? Tegyük fel a kérdést, hogy valamit tud ezzel a helyzettel kezdeni Jézus. Hát bocsánat, de ha kiabáltak volna a partra, hogy a parton lévők, ha meghallják, akkor siessenek egy nagyobb bárkával a segítségükre, mert ők mindjárt fölborulnak és odavesznek, ha nincs segítség. Úszni se tud mindegyikük. Hát az egyik halász volt, a másik viszont földműves, meg nem tudom én, pénzbeszedő Kafarnaumban, vámosként, szóval nem tudták ezek megmenekülni egy ilyen viharban.
de miért bíztak abban, hogy Jézus tud segíteni? Na most jön a tananyag, hogy tanulni, megismerni Jézust, tudni Jézusról, Jézustól mindent. Azt is, hogy ez a Jézus meggyógyított Kafarnaumban egy szerencsétlen súlyos beteg embert. Ez a Jézus elment a 12 éves kislányhoz, Jairus lányához, a zsinagóga szolgalányához, hogy meggyógyítsa, addigra a kislány meghalt. És Jézus mégis föl tudta támasztani, nem csak meggyógyítani tudta volna. És sorolhatom a különböző csodákat, a jerikói vak meggyógyítását, Lázár föltámasztását, vagy leprások meggyógyítását. Olyan csodák, hogy ha ennek a fele már megtudott dolog volt az apostolok körében, akkor nem csoda, hogy úgy érezhették volna, sajnos nem biztos, hogy mind így érezte, hogy nincs olyan helyzet, amiből Jézus meg ne tudna menteni bennünket. Na ezt jegyezd meg, és ezt vidd haza, kedves televíziónéző barátom, hogy nincs olyan helyzet. Sokszor annyira padlón vagyunk, vagy ugye te is néha így érzed esetleg magadat, hogy azt mondod, vége. Mint ahogy a múltkor telefonált valaki nekem, hogy meghalt a házastársa, meghalt a gyereke, elhagyta őt a párja, stb. Kész, innen már nincs visszaút. Vagy amikor a súlyos beteg azt mondja, hogy semmi reményem, kész, végezzenek rajtam eutanáziát. És sorolhatnám azokat az eseteket, amik tényleg olyanná teszik az ember életét, hogy azt mondhatja, hogy vége, vége mindennek. Jézus jelenlétében nincs semminek vége. Jézus úgy tűnhet, mint aki alszik, de tud arról, hogy te viharba kerültél, hogy benned milyen viharok vannak most, lelki viharok, és csak annyi kell, hogy azt mondja, szél, csendesedj el, hullámok, simuljatok ki, az evezőket vegyétek újra a kezetekbe, és húzzátok tovább a csónakot, hogy átérjünk a túlsó partra. Köszönöm a figyelmüket, remélem találkozunk máskor is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!